Önkormányzati percek a centrumban Kőbánya. Hogyha önök járnak kőbányai sporteseményekre, akár közösségi tömegsportrendezvényekre, akár kiemelt rendezvényekre, szinte biztos, hogy látják Radványi Gábor alpolgármestert, aki mellesleg ezzel a területtel foglalkozik az önkormányzatban, de egyébként is úgy tűnik, hogy nem nagyon van olyan információ, amiről ne tudna sportügyekben. Az idei esztendő hogy alakul Kőbányán, hiszen szokás szerint jó néhány olyan egész éven áthúzódó folyamat is zajlott, talán még zajlik is, amely a sporthoz kapcsolódik. Igen, valóban szívügyem a sport, ez tény, bár több feladatom is van, de az tény, hogy a sport ügyekkel való foglalatoskodás az örömet okoz. Nem mintha a többi nem, de ez különösen közel áll a szívemhez. Annál is inkább annak idején gimnáziumban, testnevelés tagozatos gimnáziumban jártam, és futballoztam, tehát közel áll hozzám a sport, és jó látni a tévében is a magyar sikereket, az pedig még jobb látni, hogy kőbányai sportolók és a dobogó legfelső fokán fokára kerülnek. Gondolok itt elsősorban Kései Ajnára, Európa bajnokunkra, illetve Berec Blankára, aki szintén Európa bajnok a KSC úszói közül. És hát a sportot is két részre bonthatnánk, hogyha itt értékelést várnak tőlem ebben az évben. Az egyik az az épített környezet, amit az önkormányzat tett, vagy közösen tettünk a sportfejlesztések kapcsán, és maga az a humán erőforrás, ami rendelkezésre áll, és ennek az ápolása, amire különböző programokat szervezünk. Akkor kezdjük talán az elsővel, az épített környezet. Van egy folyó beruházásunk a harmat általános iskolánál, a TAU támogatás megengedte azt, hogy ott egy csarnokot tudunk építeni, a kőbányai darazsakkal közösen. Ez azt jelenti, hogy idén átadásra kerül ez a csarnok. Kicsit ugyan a munka elhúzódott, ismerve a magyar építőiparban a csúszások lehetőségét. Sajnos itt a munkaerőhiány miatt van egy kis csúszás, de egészen biztos, hogy idén nyárra legkésőbb átadjuk a csarnokot. Mármint a jövő év nyárra, nem? Ezek szerint? Elnézést, én tanévben gondolkodtam. Ja, tanév szempontjában. Tanévben gondolkodtam, és azért gondolkodtam tanévben, mert ugyan a darazsak, tehát a kőbányai kosarasoknak a égisze alatt zajlik a beruházás, amihez az önrészt közel 180 millió forintot a kőbányai önkormányzat biztosította, mint egy 600 millió forintos csarnokhoz, de emellett a délelőtti órákban reggel 8 órától, vagy akár 7 órától egészen délután 3 óráig a harmat általános iskola tornatermeként funkcionál majd ez a elkészített létesítmény. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt megint, mint ahogy a kadacsarnoknál is, két legyet ütünk egy csapásra. Egyrészt az utánpótlás sportot, a darazsak kosárlabda utánpótlását segítjük, támogatjuk, és bízunk abban, hogy a magyar kosárlabda sportnál eredményeiben ez meg is fog mutatni. A másik pedig a mindennapos testnevelést jó körülmények között tudjuk biztosítani egy általános iskolánkban, ami azt gondolom szintén nem elhanyagolandó szempont. De emellett a Keresztúri Dezső általános iskolánk is megújult, a következő ütemmel is kész lettünk, jövő évben lesz még egy ütem, úgyhogy ott is haladnak a munkálatok előre, óvodák szintén megújulnak, de hogy visszatérjünk a sportra, idén indítottuk el azt a programunkat, ami Mozdulj Kőbánya névre hallgat, és 10 különböző sportrendezvényt szerveztünk erre, kis füzettel, pecsételős füzettel, és aki ezen részt vesz, az értékes nyereményeket nyer. Gyakorlatilag a 10 rendezvényből 9-et tudtunk, tervezett rendezvényből 9-et tudtunk megvalósítani. Egyet nem, mert sajnos ez az év nem csak pozitív híreket hozott, hanem negatívakat is. Egy olyan negatívum van, ami nekem fájó pont, és
igyekszünk ezt a lehető leggyorsabban megoldani, de nem egyszerű. Ez az úszoda, újhegyi úszoda, sportligeti úszodának a kérdése. Sajnos ott a tetőszerkezet olyan állapotba került, hogy meg kell újítani, le kellett cserélni a tetőt, ezzel nagyjából kész vagyunk. Viszont a gépészet is, azért már egy több évtizedes úszodáról beszélünk, a gépészet és a öltözők, a belső struktúra megújítására is szükség van, úgyhogy sajnos a tizedik akadályt azt nem tudtuk megrendezni, vagy rendezvényt, hiszen az úszás az elmaradt. De így is volt azért futás, nordic walking, korcsolyázás, senior olimpia, vagy senior tízkarikás játékok, tehát 9 rendezvény megvolt, és több mint 1000 füzetet osztottunk ki. Végül akik visszaküldték, azok 160-an voltak, az is én azt gondolom, hogy egy nagyon szép szám. Ez a fiatalkorúaktól egészen a 99 évesekig bárki számára nyitott, és amikor az év sportolója díjátadás lesz előreláthatólag valamikor február első heteiben, akkor mindenképpen őket is díjazni fogjuk, ahogy mondtam, értékes ajándékokkal. Az időpontra még pontos dátumot nem tudok mondani, ez a jövő évi ütemterveknek vagy tervezésnek a függvénye, de azt gondolom, hogy ezzel megmozgattuk Kőbánya lakosságát, és ez egy olyan jó példa, amit tovább kell vinni a következő években is. Tehát az épített környezet mellett azért mi próbáljuk a programjainkat, a kihívás napját, a biciklitúrát, ami korábban megvolt, azok a vívmányokat, amit a sportterületén eddig elértünk, azokat folytatni fogjuk a jövő évben is, úgyhogy azt gondolom, hogy Kőbánya nagyon színes a sport tekintetében, és ezt szeretném, hogy így is maradna. Említette ugye, hogy több terület is önhöz tartozik a polgármesterként, és hogyha egy színes területről beszélünk, akkor feltétlenül megemlíthető a testvérvárosi kapcsolatok tárgyköre, hiszen Kőbányának jó néhány testvérvárosa van, és az év során egy csomó olyan esemény volt, amely ennek a kapcsolatrendszernek az ápolásáról szólt. Mit emelnek ki? Igen, hát igazából a testvérvárosi kapcsolatok összefüggenek azért némiképpen a nemzetiségi önkormányzatokkal is, hiszen Kőbányán van az országosan regisztrált 13 önkormányzatból 11 létezik. Mindenképpen a nemzetiségi önkormányzatok segítségére, támogatására is szükség van a testvérvárosi kapcsolatok, programok vagy elmélyítésében, úgyhogy rájuk számítunk is. Ez az év egy nagy változást hozott a testvérvárosok kapcsolatában, illetve a nemzetiségi önkormányzatok kapcsolatában, nem is egyet többet. Sajnos elvesztettük Filipovics Mátét, aki a Vinkovci városával egyáltalán a testvérvárosi kapcsolatoknak a testvérvárosi kapcsolat létrejöttében fontos szerepet játszott. Máté bácsi meghalt. Ott egy fiatal Kovács Brankó lett az elnök. Brankót ismerve azt gondolom, hogy a Vinkovci kapcsolat szépen folytatódik. Ami még érdekes, hogy a testvérvárosokban változások történtek, politikai változások, hiszen ebben az évben, ezen az őszön több helyen is választások, önkormányzati választások voltak, és úgy látszik, mi már 8 éve regnálunk, mi stabilak vagyunk egyelőre, reméljük, hogy továbbra is Kőbányán. Ott viszont változások történtek több esetben, és hát kíváncsian várjuk például Letovice esetében, hogy az új vezetés az mennyire lesz olyan, mint a régi, mert a régi vezetéssel hoztuk létre Letovicével a testvérvárosi kapcsolatot. A polgármester nagyon szeretett Kőbányára járni, hozta a hivatali dolgozókat is, egy ilyen megmutattuk a hivatalt nekik, a kőbányai egyáltalán közéletet, egy kis egynapos betekintésre, tehát viszonylag közel 500 kilométerre talál, vagy még annyi sem, 400 talán található Letovice, úgyhogy velük jó volt a kapcsolat, bízunk benne, hogy
a politikai változások azok nem nyomják rá negatív irányban a bélyegüket a testvérvárosi kapcsolatokra. Párkány esetében maradt a régi polgármester, ennek örülünk, illetve Jaroszlávnál, mint lengyel testvérvárosnál tudni kell, hogy a egy ciklussal korábban a polgármesterrel építettük ki ezt a kapcsolatot. Az új, a előző 4 év vezetése, aki most újra mandátumot kapott, azok nem voltak annyira aktívak, legalábbis személyükben nem, bár az is tény, hogy azért magyar gyerekcsoportok a Zrínyi gimnáziumból mentek, történelmi tábort szerveztek, a lengyel gyerekek is jöttek hozzánk, tehát a kapcsolat megvolt, csak az a személyes kapcsolat, ami a városvezetések között jellemző volt, az egy kicsit háttérbe szorult a korábbi ciklusban lévő polgármesterhez képest. Most ugyanaz a független polgármester nyert Lengyelországban. Bízunk azért abban, hogy a kapcsolat javulni fog. Mi meghívtuk többször, de ő azt mondta, hogy egyelőre a város ügyeivel tud foglalkozni, és kifelé nem tud tekinteni. Mi nekünk a meghívónk továbbra is áll, az ő számára is, Szent László napokra is. Delegációk szoktak jönni, tehát van azért kapcsolat, csak lehetne ez még mélyebb, hiszen a lengyel-magyar barátság az legendásan híres. Ezen kívül is még rengeteg minden dologgal foglalkozik, különböző rendezvényeken, nyilvános eseményeken képviseli az önkormányzatot, a testületet, beszédeket mond, és például olyasmi is önhöz tartozik, aminek egy jellemző példája a termelői piac a kőbányai belvárosban. Ezen a területen, tehát az ilyen gazdasági, piaci, vállalkozói területen van-e valami, amit kiemelne az esztendőből? Hát a termelői piac az úgy ragadt rám valahogy, hogy nem tudom, a kofák lehet, hogy a főnöküknek tartanak, vagy nagy tisztelettel köszönnek mindig. Utánam szólnak, hogy vigyek egy kis tojást, vagy vegyek, vagy kis kolbászt, hogyha arra járok, örömmel fogadnak, szívesen is járok közéjük. Az úgy jött, hogy szerettek volna pályázni, és eljöttek hozzám, hogy mik a pályázati feltételek. Akkor én elmondtam, hogy milyen feltételekkel lesz kiírva a pályázat, és megpályázták, nyertek, és amit észreveszek rajtuk, hogy a piac vezetőjén, hogy nagyon szeretne a kőbányai közösségekért, rászorulókért tenni. Legyen az akár egy bál és tombola felajánlás, vagy legyen akár az utcán egyéb főzések, tehát nem egyszer volt az, hogy lecsót főztek, és ilyenkor karácsony táján mindig szívesen készítenek csomagokat a termelői árukból, különböző szegény családoknak, kérik tőlem azt, hogy a bárkán keresztül jelöljek meg olyan családokat, akik ezt örömmel veszik. Úgyhogy ezeket természetesen, ezeket a humanitárius segítséget örömmel megteszem, hiszen ha egy embernek is ezzel örömet és segítséget tudunk nyújtani, akkor azt gondolom, hogy ez a kapcsolat már nem hiába való. Úgyhogy a termelői piacról ez a véleményem. Hát itt karácsony környékén pedig a nyugdíjas klubokba járunk. Én itt, ahogy összeszámoltam, karácsonyi ünnepség, vagy karácsonyi rendezvények, akár sportegyesületeknél, akár nyugdíjasoknál körülbelül 10 helyszínre kell elmennem. Ezzel kell, ezt nem nyomatékosítom, mert szívesen megyek, hiszen ilyenkor az évet értékelik, megbeszéljük azokat a esetleges problémákat, amiben a jövőben változtatni kell, és általában ilyenkor kötetlen beszélgetések folynak akár a idősekkel, akár a sportolókkal, úgyhogy ez a karácsony, ez sokszor erről szól, hogy nem annyira a műhely munka a hivatalban, hanem inkább a protokoll rendezvények, ami nem is feltétlenül protokoll rendezvénynek neveznék én, hanem egy mélyebb beszélgetéseket is előidéző találkozásoknak. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Köszönöm szépen.